harmadik sorban Ládai Agafonov, Welsh Skacskov Brown ötös található, és megvan az első bedobás, Reis elhozza a bulit és megy előre. A romániai válogatott ellentétben a magyarral nem fog jégre lépni, és felkészülési mérkőzéseket játszani, de itt egy helyzet, és ott a gól! Nem csak helyzet, hanem gól! És megszerzi a vezetést a sportklub. Ha jól láttam, akkor Rokai Norbert volt az, aki felvágta a felsőbe. Megpróbálta a hosszúba ellőni, nem jött össze Levin. Levin még mindig. Ez így most már nagyobb helyzet, Skacskov, és ott a gól! Ott a gól, mekkora gólt lő Skacskov! Skacskov vagy Milan? Milan, bocsánat. Milan, elnézést kérek. Milan volt, aki érkezett a hosszúba, és nagyon szépen fölvarta. Ferenc Sibi. Kubát. Levin. Pece érkezik mögötte, és 3-0! Nagyon szépen kilőtte a botos és a mamut közti részt, és Levin találatával 3-0-ra vezet a sportklub. 1 perc és 8 másodpercet kellett várni az újabb találatra. Borisenko, és ott a gól. 3-1. Feljön mínusz 2-re. A Brassó a 26. percben Pavlo Borisenko kékvonalas lövése csúszott át valahogy Adorján alatt. Ládai, ott volt teljesen üresen Brown, jobban mondva Skacskov, nem merte a hosszú paszt bevállalni. Kovács, uha, mekkora gól a hosszú felsőbe. És feljön mínusz 1-re a Brassó. A 32. percben Kubát szépen nyugodtan vissza, Milan, Bece, és gól! És gól! 4-2! Dübő már a második ilyen gólt kapja távolról. Reis ugyan beleír, de nem tudta megkaparintani a korongot. Valhás. Pisé, Valhás. És gól. 4-3. Kihasználja ezt az ember előnyt a Brassó. Valhás a rövid felsőbe fellőtte. És Valhásnak ez az idényben 9. találata. Brassó szépen eljátszatozgatott itt a koronggal. Sportklubnak nem igazán sikerült építkeznie. Vers. Skacskov, és ott a gól! Ott a gól! Skacskov megszerzi a megnyugtató 5. gólt a mai napon a sportklub számára. 5-3-ra módosítva az állást. 5-3-ra nyertek egy 9 pontos mérkőzést, hiszen Erste Liga román kupa és román bajnoki meccs is volt, és nyugodtan készülhetnek egy 2 hetes pihenőre,